Telefonvonalunk végén Szalai Vilmos. Szia, Vili! Sok szurkoló érdeklődött, hogy hogyan vagy, Vili, mi újság van veled. Nyugtassuk meg a szurkolókat, hogy hát komoly a baj, de helyre jössz. Így van, tegnap sikerült megműteni, egy gyílkörésről beszélünk, ami az igazából 3 hely is eltört az orrom, és a gyergemet is felszegította. Ezt hát tegnap este folyamán Budapesten ezt a csontokat helyrakták egy műtéten, illetve a felszakadt a gyergemet összevarták. Rögzítik holnapig, nagy fájdalmakkal, de összeért lassan rendbe jött. Meséld már el nekünk, légy szíves, hogy történt az eset? Nem emlékszem, hogy ilyen szinte legyek. Egy az egyben hozta el a jakam. Kifele mutatta, de befele hozta. Én beléptem elé, a következő kép az már csak, hogy megszorszúrjuk, és nem csak a vélvédben. Jó, hát mondhatjuk, hogy ez egy szerencsétlen ütközés következménye, ugye? Tehát szándékosságról nyilván nem beszélhetünk. Így van, erről szó sincsen. Aznap már hívott engem a Jakab, és úgy néztem, hogy ma is ma bejön hozzá a meglátogatni, szóval igazából erről szó sincsen. Szerencsétlen dolog az egész, hogy összejött. A Dunai Városi Kórházból ugye átszállítottak Budapestre. Pontosan hol vagy most? A Szentbeny megy, Fülorgégészeti Klinikán vagyok. Mit mondanak, hogy hány napot kell bent tölteni? Hétfőn engedek ki, hétfőn kapok mondom még egy 10 napos gipszet, de azt mondták, hogy igazából olyan szintű törések, olyan szintű az egész, hogy egy 3-4 hetes kiadása számomra, hogy nem érheti semmiféle ütés, semmiféle olyan dolog, amitől elmozdul a segít a csontra, akkor kezdhetnék az egészet újra. Tehát hiába látjuk mostanában, hogy vannak ilyen maszkokban játékosok, te ebben sem játszhatsz. Még talán arra van esély, az is egy 2-3 hét múlva lehet, és ugye akkor úgy néz ki, a bajnokságra. Úgyhogy igazából meglátjuk, hogy gyógyul. 10 nap után tudjuk megmondani, amikor lehetek a gipszet. Jó, hát most az a legfontosabb, hogy minél hamarabb meggyógyulj, úgyhogy a hölgy szurkolók, illetve hát kolléganőim nevében küldök neked nagyon sok puszit, az urak nevében pedig nagyon sok vállőregetést és sok erős kézfogást, úgyhogy hajrá, Vili, várunk vissza. Jó, rendben, köszönöm szépen.